Ez a Sunset Boulevard. Szóval itt vagyunk a Hollywood Boulevard és a La Brea sarkán. És most fordulunk rá, itt vannak a csillagok. Bedeszkázva minden itt is, jaj! Gyerekek, lenne kedvem este kijönni, csak mivel fehér vagyok, és lesír rólam, hogy nem vagyok antifa, ezért lehetséges, hogy széjjel basznák a fejemet. Ezek a levágott tetejű buszok, ezek nagyon csúnyán lehúzzák a turistákat. Ha bármikor erre jártok és szeretnétek velem menni egy ilyen Los Angeles körbenézésre, akkor ha azt mondják, hogy 30, akkor 15 dollárig meg ne álljatok. Mert annyiért is el fognak titeket vinni. Na tessék, ez kijött ide a Ferrariával, és 69 dolláré mehetsz a kocsijával, és fekete. Tehát ennyire el vannak nyomva. A leasinges Ferrarit 69 dollárért neked bérbe adja, gondolom ott ül melletted. Itt ha fölmegyünk, akkor ott van a Hollywood Bowl, mert azt is megnézzük. Ja, ugye most azt beszéltük, hogy most fölmegyünk a Hollywood Boulevardhoz, és szeretném nektek megmutatni még odafelé vezető úton a Capitol Recordsot. Úgyhogy a Vine-on föl fogunk menni. Szegény csávó nem tudja a világát. Gyerekek, ne drogozzatok, mert ez rossz. Vagyis hogy volt abban a filmben, hogy sose fizessél drogért, legyél rockstar, és akkor majd ingyen adják. Ezek már készülnek itt az esti bulira. Kahuenga.
Hát itt akarunk fölmenni a Vine Street-en. Fú, nagyon ma beizzadtam a motoros nadrágba. Viszont én mindenkinek azt mondom, hogy motoros ruha nélkül ne üljön motorra, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor fogsz földre kerülni, és ha földre kerülsz, akkor nem mindegy, hogy törésektől nem véd meg a motoros ruha, de szerintem a törésnél sokkal fájdalmasabb, amikor az egész tested felületéről a bőr eltűnik. Tehát azért annyira jók ezek a motoros ruhák, hogy az ilyen bőrlekopást azt megakadályozzák. És itt látható a híres, nevezetes Capitol Records. Gondolom ezt mindenki ismeri valamilyen szinten, szegről végről. Itt harcolt a Fort Fairlane meg a Genzsák szem. Az a baj, hogy itt olyan sok mindent már nem fogunk tudni látni. Ott a Hollywood Tower, az is egy ilyen nagyon régi épület, nagyon sok filmben benne volt. Ez az Argyle Street. Itt tudtok fölmenni a 101-es autópályára, hogyha arra elmentek, ha megnézitek. Ott van a tábla. Tehát ez itt a következő, ez a Franklini fölhajtó vagy lehajtó. Az ezelőtt lévő volt a Hollywood Boulevard nevezetű lehajtó, ami a Hollywood Bowl-nál jön le. Ez a második, a Franklin kihajtó, ami igazából az Argyle Streetre visz ki téged, és akkor ez ugye belemegy a Hollywood Boulevardba. Hú, de rég nem jártam erre, gyerekek, hát itt nem volt ilyen régen. Na, meg lehet nézni, hogy a leggazdagabb államba, Amerikába hogy élnek a szegények. De majd erről is fogok nektek egy jó kis videót fölrakni. Azok az út közepén állnak. Na, ott van velünk szemben a hatalmas nagy Hollywood sign. Hú, várjatok, nekem ez az utca kéne a Beachwood. Szóval ez a Franklin, és igazából ezért ez a neve a lejárónak, hogy Franklin, mert ez a Franklin. Na, most akkor próbáljunk meg fölmenni a Hollywood Signhoz, amilyen közel csak lehet. És ott lehet látni a Hollywood feliratot. Nem tudom, hogy most milyen lezárások lesznek, mert az is lehet, itt is le van zárva az út. Royal Enfield, ott volt egy indiai kis enduro. Menjünk, meglátjuk, ameddig lehet, addig fölmegyünk, gyerekek, ott a Hollywood sign. A legtöbb embernek csak ez marad, hogy ide jön az ilyen szép házakhoz, és akkor ott pózol előttük. Ez tuti valami filmből van ez a ház, nem tudom melyik, mert nagyon ott pózolgattak a házszám előtt. Ők biztos tudják, hogy mi vannak itt. Tényleg tök érdekes, az összes motoros visszaint a másik motorosnak, kivétel a harlisok. Hogyha van közöttetek harlis a nézőink között, akkor az mondja már meg, hogy ez miért van. Miért érzik magukat? Jó, most Tati Magyarországon a harlisok azért nem ennyire pöffeszkednek, mint itt. De... hát ez van. Most
azért, mert másnak nincsen Harley, akkor az már nem is motoros, meg csak a Harley a motor, vagy hogy van ez? Volt egyszer egy Uber ride-om, ahol a kedves kuncsaftot éppen a Harley szalonnál vettem föl, és elmondta nekem, hogy tegnap vásárolta a Harley-ját, és hazafelé úton elhagyta a vadonatúj 28 ezer dolláros, nem tudom milyen Harley-ról a lábtartót. Na hát, inkább nem mondok rá semmi. Biztos az is elszigetelt eset volt. Idegállapotba került a motor, azt ledobálta az alkatrészeit, de hát most érted, kiadsz egy motorért 20 ezer dollárokat és hazafelé úton szétesik, az eléggé gáz, szerintem. De hát, nekem az se tetszik a Harley-ba, hogy behúzod a kuplungot, berakod sebességbe, azt olyan hangja van, mint amikor két vascsövet összeütsz. Tudom, ez a feeling, meg a lifestyle. Hú, ez is lifestyle, mi? Sportos lány. Ez egy hasznos gép, mert ebből, hogyha bedobálnád a tüntetőket, akkor úgy nem lenne tovább baj velük. Ez egy hollywoodi ingatlaniroda. Hát igen, és ezt hívják Hollywood Hills-nek. Nem tudom, hogy Beverly Hills a drágább, vagy Hollywood Hills a drágább, de szerintem Hollywood Hills az drágább, mint Beverly Hills. Azaz Beverly Hills. Hollywoodi housewife-ok. Igen. Nem emlékszem, hogy ha tovább megyünk, akkor azt hiszem beleakadunk egy útlezárásba. Igen, úgy néz ki, hogy ez lesz a hely, ahogy föl tudunk menni a Hollywood signhoz. De az előbb ki is volt írva a táblára, hogy gépkocsival nem tudsz feljutni oda. Viszont motorbiciklit nem említettek meg, de amúgy most nehogy azt várjátok tőlem, hogy én majd főmászok és ott fogok csimpaszkodni a betűkön, mert azért már vittek el embert. Ez itt előttünk Hawaii-ról van, tehát Hawaii-ról képes volt ide áthozni a Jeep-jét. Az ilyen embereket amúgy nagyon nem értem meg. Nem tudom, hogy Hawaii-ról hány ezer dollárért hozzák át ide a kocsidat, de hát ilyen szart itt is lehet venni minden sarkon. Ha jól tudom, akkor igen, most lehetne menni arra is. Hál' Isten, nagyon jó szűk. Imádom, de szerintem most elbasztuk, mert a másik úton kellett volna menni. De tudjátok, mit motorozunk, nem? Hát itt csak attól kell tartani, hogy valami állat. Mert ez itt, ahogy látjátok, ez itt kanyarokban főleg ez kevesebb, mint egy autó. Mármint egy autó. Remélem nem egy irányúba jöttem be és nem figyeltem. Nem, nekünk ott egyel följebb kéne, nem egy irányú, jó van itt valami hülye parkol. Mindegy. Szóval lesz Hollywood Hills. Hollywood Hills, Swallowing Pills. Hát ilyenkor, amikor lefelé megyünk, akkor mindig megijedek, de nem, megyünk fölfelé is most. Nem tudom eldönteni, gyerekek, hogy most jó, biztos nem jó irányba jöttünk.
ismét egy Biden szavazó, akit ha megkérdeznénk, hogy örülne neki, hogyha a fizetésének a 60%-át elvennék, akkor általában azt szokták mondani, hogy hell no, de mégis Bidenre szavaznak. Flagmore, igen, nekünk ennek a hegygerincnek a túloldalán kéne legyünk, szerintem most nagyon eltévedtünk, de menjünk. Ó, szerintem ezt a helyet ismerem. Jó, jó, jók vagyunk gyerekek, minden út Rómába vezet. Itt egy mókus. Mókus. Hus. Hopp. Hol a Hollywood sign? Igen, hát egy tökéletes világba itt szabad lenne elmenni arra, de hát Amerikában már semmi se szabad. Még a nagy sivatag kellős közepén is el van minden barikádozva, ki van rakva, hogy nem szabad arra menni, pedig a hatalmas nagy semmi van előtted. De ne menjél oda, barátom, maradjál a betonúton. Na, ez egy nem egy átmenő utca. Ezt most beszoptuk. Nézzük azért meg. De ha ki van írva, hogy nem egy átmenő utca, akkor ez nem egy átmenő utca. Ja, eddig volt, jó, oké. Hát most akkor azt mondom nektek, hogy nincs más hátra, mint előre, mert követtem azt a hülye jeepest, én voltam a hülye. De nem is emlékeztem rá. Na most akkor mi legyen? Menjünk, amerre jöttünk? Akkor abból szokott nagyobb eltévedés lenni. Na jó, menjünk. Ott a Hollywood sign! Látjátok a fa mögött? Oda megyünk. Igen, túl hamar jöttünk el balra. Hogy be kéne kapcsoljam a GPS-emet. Ott a Hollywood, látjátok? Látjátok? Ott van, mondtam, hogy elhozlak titeket oda is megmutatom. Ott van, ott, ott, ott. Itt van egy utca fönt. Jó, akkor menjünk erre. Itt a kocsim. Itt az autó. Olyan furcsa, hogy itt még van út. Dombolda, dombolda. Ez szép. Hopp! Ott a Hollywood sign. Oké, megvan. Júj, mi lapuli, gyerekek, áll rajta a por. Áll rajta a por. Kabrió tető nélkül porosodik egy ilyen gyönyörűség. De senkit ne tévesszem meg, mert ez lehet, hogy replika. De mindegy, mert egy replika is 20. Hoppá! Na! Na! Gyerekek! Ez még jobb hely, mint... Ha, ez még jobb hely, mint amilyenre gondoltam. Nézzük meg, hát ha bírunk, közelebb ment.
ott egy garázs előtt ki volt rakva egy csomó ilyen scooter, ezek az elektromos bérelhető rollerek, és érdekes módon, hogy valaki itt lakik, és az a munkája, hogy tölti őket. Jó, hát biztos, hogy van másik munkája, mert elektromos roller töltögetésből nem fogsz a Hollywood Hills-en lakni. Tehát amikor valaki prolizik, akkor meg kell nézni azt, hogy mondjuk akik ilyen helyen laknak, azok is csinálnak proli munkát. Képes esténként lejárni, összegyűjteni őket, fölhozni ide és töltögetni a garázsába. Hoppá, ott is a Hollywood sign. Na, ezen az utcán még nem jártam, úgyhogy most együtt veszítjük el a szüzességünket. Ezek meg lefolyók. Itt folyik a gazdagoknak a szarja. Sign. Szóval ide ki van írva mindenhol, hogy nem tudtok eljutni a Hollywood Signhoz. És ha jól emlékszem, akkor annó én abból az irányból jöttem, és erre szoktam menni, de lehet, hogy megint tévedek. Gyerekek, na most elmesélek nektek valamit, oké, jó helyen vagyunk. Itt végig lehet látni a Hollywood Signt, és az emberek itt végig fotózkodtak, de most már ez is le van zárva egy ilyen át nem látható kordonnal. Na. Erre nem tudok mit mondani, úgyhogy inkább nem mondok rá semmit. Itt végig sétálgattak az emberek, és végig fotózgatták egymást, most már az se lehet. Ez szomorú. Ez szomorú. Az. Szesztek, nem hiszem el. Kit zavartak az emberek, akik itt végig... Na, hagytak nekik egy kis helyet fotózkodni? Ó, oké. Okay. Hagytak. Szóval itt lehet fotózkodni. Jó, sebességbe raktam, hogy ne guruljunk el.